Kádár Orsolya, cselló művész. Pálfalvi Tamás, trombita művész. 3 éve házasok. Mindkettőjük életében fontos szerepet játszik a zene. Két zenész, hogy fér meg egy házasságban? Nagyon jó a különben, meg mi a zenészekként más területen mozgunk. Tamás elsősorban szóló, most már ugye zenekar is, meg kamara, és meg tanár. Én viszont zenekari zenészként funkcionáltam, csak most éppen egy picikét vakvágányom van, pont azért a kettősség miatt, hogy két zenész és babák, úgyhogy most egy picikét a cselló a sarokban, és most én 100% anyuka szerepben vagyok, és most Tamás. Igen, úgy volt, hogy Angliában éltünk, ahonnan hazajöttünk 3 vagy 4 éve, mielőtt megszületett a kisfiunk, és ugye, amikor kint voltunk, akkor Orsinak ott volt egy állás a Bournemouth Symphonic Orchestrában, az egy nagyon jó BBC zenekar, a rádióban rendszeresen játszanak, a Royal Albert Hallban, és akkor én jártam ki hozzá, meg én voltam ott, aki úgymond szabadúszóként volt, és nem dolgozott úgy igazán, aztán hazajöttünk Vencel miatt. Végül is, ugye, hogy Vencel miatt, meg nagyszülők az itt vannak. Most egy picikét a cselló, meg az utazás, a turnézás, a vége láthatatlan próbák, az most egy picikét szünetel. Hogy én kint tanultam Amerikában, a Bard College-on. Ez egy jó kis egyetem, és ott töltöttem 3 évet ösztöndíjjal, és a 3. évben érkezett Orsi, mint fellow. Szeptemberben kimentem, és októbertől mi már egy párt alkottunk. Igen, megismerkedtünk idősebb nálam, és nekem az nagyon tetszett. Nagy kihívásnak éreztem, úgyhogy küzdöttem jó sokat. Sok visszautasítás. Igen. Aztán... Nem gondoltam komolyan, hogy egy... Igen. De aztán hány éves voltál? 20? Én voltam 20. 20, én meg 24. Igen, és nem gondoltam, hogy egy... 21. szülőnapot már én szerveztem. 20 éves fiú komolyan... 20 éves fiút komolyan lehet venni, de hát aztán bebizonyította, úgyhogy... És 3. éve vagyunk. Házasok. Igen. Szóval megismerkedtünk New Yorkban, és utána volt egy kalandos utazás, én hazajöttem a Zeneakadémiára befejezni az alapképzést, meg a mesterképzést is. Aztán Orsit felvették Miami-ba, engem felvettek. Igen. Bostonba is, és végül valahogy mind a ketten itt kötöttünk ki Budapesten. Ugye most a doktoriskolát kezdte el, először Angliát. Angliát először. És közben jött a doktori, és akkor úgy... De össze-vissza utaztunk, de valahogy mindig úgy követtük egymást. És valahogy ilyen kronológiai sorrendben jöttek a szokásos lépések. Otthon is szó esik zenéről, szakmáról. Most mit két teljesen külön világban élünk. Igen. Tehát, hogy én nekem a gyerekek, az etetés, itatás, altatás, pelenka, stb. És ugye a Tamás, ahogy kimegy az ajtón, ő turné, tanítás, szóló, kamara, koncert. Itt. Igen. Koncert, ott koncert, és ugye ez nem olyan dolog, hogyha bezárod az ajtót, akkor így puf, hanem ő úgy jön haza, hogy fütyöli tovább, mit tudom, Prokofjev, bármit, amit éppen próbáltak, és nézi a kottát, új darabokat keres, van egy hangszerparkunk tulajdonképpen. Trombita. Van egy felnőtt hangszerparkunk, ott egy trombiták vannak, meg egy száz cselló, meg van egy gyerek hangszerparkunk, a kis dob, kis trombita, most szintetizátort vettünk a gyerekeknek, úgyhogy tanulják, úgyhogy gyakorlatilag a zenelejátó is folyamatosan szól. És mindig füttyög el darabokat. 0-24-ben megy a zene. Igen. Mennyire egymás kritikusai? A különböző előadásokat szeretik, hogyha meghallgatja a másik, vagy nem? Leginkább egymásnak fogadjuk el a véleményét szerintem. Igen, még hogyha azt is mondom, hogy nincs igaza. Igen, akkor is elfogadja, hogy mondok valamit. De igen, azért átgondolom, mert tényleg a legjobbat akarjuk egymásnak. Igen, de például most is volt a rádióban egy felvétele, és ugye az első dolog volt, hogy én otthonra hallgattam a gyerekekkel, vagy az autóban, nem tudom, és az első otthon. Dolog volt, hogy engem, nem az autóban, éppen autóban hallgattam, és engem hívott fel, hogy... Milyen volt? Hamis volt? Hangos meg én, volt? Amikor mentem próbajátékra vagy koncertre készültem, akkor Tamás beültettem, és mondtam, hogy na, akkor most hallgat, és akkor ő mondta, és segített. Szóval a maximálisan... A Haydn Dédur cellóverseny előre, első hátulról. Tétel, kidolgozási kadencia, mindent tud. Igen, igen. Igen, ott nagyon kritikus voltam. Hogyan inspirálják egymást? Mit tanultak egymástól? Türelmet, meg lazaságot. Tehát, hogy Tomi az, aki mondja, hogy vegyél egy mély levegőt, nem kell kiakadni mindenen,
oké, beverte a fejét, a gyerek nem kell rohanni a kórházba, túl fogja élni, te is túlélted, mi is túléltük. De ez furcsa, hogy ezt mondod, mert én is türelmet mondanék. Olyan? Hát igen, mert annyira türelmes vagy a gyerekekkel. Mondjuk ez igaz. Én ezt a zenébe át tudom rakni. Uh-huh. Sokszor, amikor például amikor a Zen Akadémián tanítok, most kerültem oda szeptemberbe, én vagyok az új trombita professzor, és de nem csak ott, most nyilván jók a srácok, de hogyha el kell mondani valamit többször, akkor így semmi, hát akkor elmondom, akkor másik oldalról, de egyszerűen nem lehet kihozni a béketűrésből. Tényleg, de te egyetlen nem lehet kihozni, és ez néha zavaró is, amikor már az ember, de nem. Jó, nagyon kiegészítjük egymást ilyen szempontból. Én ezt pedig úgy élem meg, hogy hirtelen, vagy nem hirtelen, hát így első gyerek, második gyerek, de hogy nagyon sűrű lett így a napi rend és a menetrend, és olyan helyzetbe kerültem, hogy hirtelen 3-4 óra gyakorlás leszűkült 1 órára. Na hát, a szerződés alá van írva, senkit nem érdekel, megvették a jegyet, a közönség, hát meg kell oldani. És hát sikerült kihasználni a rövidebb időt is. És ez is hozott haza minket, ez a gondolatmenet, hogy kell a segítség. Mindketten azon vagyunk, hogy zenészként is, és családként is funkcionáljunk, és élni tudjunk. Kívánom, hogy ez a vidámság, ez a harmónia és a zene maradjon mindennapi életük része még sokáig. Jó, köszönjük szépen.